A filmarchívum igazgatója Rájdú György a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az elmúlt időszakban ugye nagyon sokszor hívtunk meg ide annak apropóján, hogy éppen milyen filmet, rajzfilmet újítotok fel. Hát részben ez most fedi ugye a korábbi beszélgetéseknek a tematikáját, de most alapvetően arról fogunk beszélni, hogy aki imádja a filmeket, szeret non-stop filmeket nézni, az koncentráljon szeptember 4 és 11 között, ugye, amit harmadik alkalommal rendezitek meg a Magyar Nemzeti Filmalap részéről, ugye a Budapesti Klasszikus Film Maraton. Jól foglaltam össze? Tökéletesen, kicsit sportosabbra is veszem itt akkor a filmet. Ahogy neked kényelmes, ahogy neked kényelmes, úgy. Tulajdonképpen így van, hát a filmeket restauráljuk a filmarchívumban és a filmlaborban, és hát ezeket a filmeket meg kell mutatni. Így van. Közönség nélkül nem sok értelme van a filmnek, ezt már Balázs Béla 80 évvel ezelőtt is megmondta, és nem csak meg kell mutatni a filmeket, hanem egész egyszerűen valamiféle útmutatást kell adni a nézőknek abban, hogy ebben az őrületes audiovizuális dzsungelben, amiben élünk, hogyan tudnak tájékozódni. Ezért mi évről évre, most már 2017 óta készítjük elő ezt a filmmaratont, ami egyfajta válogatása legjavából a magyar és az egyetemes filmtörténet legjobbjaiból. Természetesen azokat a filmeket helyezzük előtérbe, amelyekre digitálisan restaurálást fordítottak a magyar vagy a külföldi kollégák. Itt most az idei filmmaraton keretében, ami szeptember 4-én indul és 11-ig tart, hogy egy hét alatt 100 filmet fogunk vetíteni. 100 film. Ez óriási szám, és azt gondolom, hogy elértük a filmfesztivál kapacitásának a csúcsát is ezzel, de kénytelenek vagyunk ezt a programot ilyen intenzívvé tenni, hiszen ma Magyarországon a filmfogyasztási szokások átterelődtek a digitális, az elektronikus felületekre, és a nagyvásznon nem kapnak helyet olyan gyakran azok a filmkincsek, amikről mi beszélünk, és amelyeknek az értékeit próbáljuk megmenteni, tovább menteni az utókor számára. Úgyhogy mi azon dolgozunk, hogy egy filmmaraton keretében felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeknek a filmeknek, amelyek egyébként a maguk idejében már bizonyítottak és világsikereket arattak, ezeknek ma is érvényes értékrendjük van és üzenetük van, és meg kell őket ismerni, és hol kell megismerni? Hát a nagyvászon, hiszen oda készültek, ez a természetes közegük. Ez olyan, ugyanolyan, mint hogyha egy Munkácsi képet az ember világ életében csak egy gyufás katuján nézegetne, sosem menne el a múzeumban, tessék elmenni a múzeumban és megnézni egyszer az eredetit is. A filmeket moziban kell megnézni. És ezzel a szelekcióval és ezzel a programmal szeretnénk biztatni az ország összes filmszínházát, művelődési házát, kulturális intézményét, akik vetítenek filmeket, hogy tűzzék programra minél gyakrabban a magyar filmörökség legjobbjait, a restaurált filmeket, és juttassák el a közönséghez ezeket a filmeket. Mondtad, hogy a filmek legjava, a magyar és külföldi filmek legjava. Na de hogyan lehet kiválasztani a legjavát? Ez szerintem mindig a legnehezebb kérdés. Sajnos igazából az a helyzet, hogy nincs olyan nehéz dolgunk, hiszen a filmtörténet elképesztő mennyiségű csodálatos filmek. De pont ezért lehet nehéz, hogy na melyik az, ami a tényleg a legjava? Persze, meg kell terítenünk az asztalt, hogy így mondjam. Tehát elő kell készítenünk egy olyan válogatott menüt, amit az emberek ízlelgetni tudnak, és egyfajta körsétát tudunk mutatni. Tavaly volt egy központi tematikánk, ugye ez a Közép-Európa és Hollywood kapcsolata volt. Ezt próbáltuk körbejárni. Idén a film és a zene közel 125 éves közös történetét próbáljuk meg egy időutazás, filmtörténeti időutazás keretében bemutatni a közönségnek. Ez óriási lehetőségeket biztosít természetesen számunkra ahhoz, hogy a széles közönségnek tudjunk programot kínálni. Néma filmeknél kezdődik a történet, hiszen a zongora, a kuplék, az operá énekesek, a zenekarok már akkor ott voltak a filmek mellett. Tulajdonképpen a film mellé született, a zene mellé született, mint a kis testvér a nagy testvér mellé, és azóta kézen fogva járnak, együtt nőnek, együtt fejlődnek. A 30-as években bejött a hangos film, akkor egy egészen más közös történetük kezdődött el. Megjelentek a musicalek, Magyarországon is óriási, ugye megjelentek azok a slágerek, a meseautó, az elképesztő filmzeneszerzők, az Eisenman Mihálytól Fényes Szabolcson át, de hát utána megyünk tovább egészen, és ezeket a körsétákat mi megtesszük, tehát a magyar alkotóknál Cseh Tamás, Másik János, Vujicic Tihamér, tehát olyan alkotók lesznek itt fókuszban a fesztiválon, a filmzenéken keresztül és a filmeken keresztül, amelyekre igazán büszkék lehet.
Nem, egyszerűen csak nézem a felhozatát, illetve a felhozatának egy részét, tulajdonképpen az ember bele se kezdjen, de azért kezdjünk bele néhány példát, Annyi említsünk a magyar filmek, meg a külföldi filmek közül, ugye említetted már a Meseautót, Eszkimó asszony fázik, Kopaszkutya, István a király, aztán akkor hát a nagy klasszikusok, ugye Evita, Rocky Horror Picture Show, Mint halálig zene, Atya ég, gyerekek, Ének az esőben, Óz a csodák csodája. És milyen érdekes, hogy egyébként én hirtelenjében elkezdtem pörgetni a fejembe, hogy milyen klasszikusan zenei témájú filmek vannak, és alig jutott eszembe, és közben meg most, ahogy elkezdett sorolni, mindegyiknél az volt, hogy Jesszus, hát ez is, meg az is, meg tényleg, tehát hogy valóban nagyon gazdag terület. Ezért vagyunk mi, hogy nem csak azért, hogy megőrizzük a filmkincseiket, hanem tulajdonképpen, hogy újra életre keltsük őket, kivigyük a közönséggel, és segítsünk a közönségnek abban, hogy el tudjanak igazodni, és a filmfesztivál programja egyébként fent van az interneten, a filmmaraton.hu-n. De hol fogjátok vetíteni a filmeket? Az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, a Puskinban, a Francia Intézetben minden nap lesznek vetítések. A Francia Intézet csodálatos zongoráját egyébként ki fogjuk használni, hiszen a magyar és a külföldi néma filmeket élő zongora kísérettel fogjuk kísérni. Magyar előadók is lesznek, Darvas Ferenc, de külföldről is francia és ír művészek fognak érkezni, akik zongorajátékukkal kísérik a néma filmeket. Igen. Nem csak a zongorára jutott eszembe, ugye a zongora leckének a zeneszerzője, nem Budapestre, vagy nem... De bizony, Michael Nyman, ő lesz tulajdonképpen a filmmaratonnak a fő vendége, ha lehet így mondani. Tulajdonképpen azért hívtuk meg, mert Michael Nyman egy nagyon összetett művész, ő nem csak a zongora leckéről híres, és a Peter Greenaway filmekről is, hanem arról is, hogy aktívan készít néma filmekhez zenét. Tehát egy igazi nagy filmzene történeti világutazó, időutazó, és elképesztően aktív szeméről van szó, és be is fogjuk mutatni Dziga Vertov Ember a felvevőgéppel című filmjét a Szent István Bazilika előtt szabadtéren, ingyenes vetítés keretében Michael Nyman zenéjével. Csodálatos élményben lesz része mindenkinek. Egyébként a szabadtéren, a Szent István Bazilika előtt 6 este fogunk vetíteni a már említett Evita, az István a király, a Queen 86-os koncertjét is vetítjük, Jankovics Marcer Fehér Lófia című filmjét, amit idén restauráltunk, szóval őrületes a felhozatal, filmmaraton.hu-n minden információ megtalálható. Azt hiszem mindenkinek kedvet csináltunk, szerintem nézünk filmeket. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük.